Lassan lezárul az őszi időszak, és közeledik a tél. A madarak védelmére, téli etetésükre pedig fel kell készülnünk. Az etetés az egy humán segítségnyújtás. Ha erre nem lenne lehetőség, akkor is túlélnék a telet, de más kondíciókkal, mondja Lasszik Dénes madárvédelmi referens. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság munkatársa azt mondja, azonban a humánus gondolkodás madáretetőket hozott létre. Segítjük őket a téli túlélésben. Sokan azt gondolják, hogy a madarak azért vonulnak el, mert hideg van, mert hát akkor nem lennének itt a cinegék sem. Tulajdonképpen a táplálék hiány az, ami elhajtja innen a madarainkat. És a cinegék azok kisebb csapatokban átböngészik az erdőt, kéreg alatt megbúvó rovarokat, a levelek alatt az avarban megbújó pókokat összeszedegetik, de a nagyobb mennyiségeket nem tudja ellátni az erdősem, sem, illetve a városi környezet sem, ezért szoktuk etetni télen a madarakat. Sokan azt gondolják, az odú is alkalmas a madarak etetésére. Ez tévedés. Az odú fészek rakásra, költésre alkalmas, etetésre nem. Az etetők nyitottak, a táplálék könnyebb elfogyasztására alkalmas felületek teszi hozzá a madarász. A rigóknak almát tehetünk ki, ezek szeretik a gyümölcsöket, ezek jól elállnak télen is. És tök magot, napraforgó magot tudok javasolni. Az etetők azok általában olyan készítmények, hogy oldalról nyitottak, tehát viszonylag nagy felületet kell biztosítani a madaraknak, hogy megfelelő mennyiségű etetőanyag beférjen. Pécsett és Baranyában a legjellemzőbb fajokat színege a csúszka, a pényfélék, mint az erdei, téli, pincs, Élelmük főleg a magvak, mint például a napraforgómag maghéjastól, nyersen, a tökmag, a dió vagy az állati eredetű zsiradék, mint a fagyú vagy a nyerszalonna.